Sziasztok, Kömkel vagyok. Egy vidéki kisvárosban voltam megnézni egy kisebb családi házat, és úgy gondolom, hogy videóhoz említésre méltó lesz a sztori. Az előzetesen átküldött hirdetés alapján ez egy 90-ben épült lakóépület. Hőszivattyús fűtéssel, padlófűtéssel, állítólag rendkívül energiatakarékosan, miközben semmiféle energetikai korszerűsítés nem történt az épületen, mármint hőszigetelés tekintve a 90-es évek óta. Úgyhogy írtam is a vevőjelöltnek, hogy azt azért igen erősen kétlem, hogy a hőszivattyú az ki tudná fűteni az épületet, ráadásul energiatakarékosan. Ezzel a fűtési rendszerrel, illetve ezzel a hőszigeteltségi állapottal. Lokáció nagyon jó nekik, árban nagyon jó, ebben a városrészben nagyon kevés normális aladó ingatlan van, sőt, még nem normális is nagyon kevés, úgyhogy mindenképpen megtekintésre méltónak gondolták, hogy ettől függetlenül jöjjek el és nézzem meg az épületet. Saroktelke helyezkedik el az épület, kicsit ilyen tébetű alaprajzú, van az épület végében egy garázs is, kiemelt lábazatos, földszintes és emelt tértfalas tetőteres maga az épület. 38-as téglafalból épült, még 90-es években, illetve 90-ben berakott ö, fa nyílelzárók vannak benne, annyival, hogy a fa raktak új hőszigetelt üvegezést, két rétegűt, illetve a felületkezelésével látszólag folyamatosan foglalkozva volt, tehát nem lelakott maga a fa szerkezete. Viszont nagyon fontos, hogy ez a nagyon-nagyon régi vasalat van rajta, Aminél a bukóablakot úgy tudod megbuktatni, hogy elfordítod magát a kilincset, meg alul elfordítod a sarkában is egy kart, ami át a zsanérokat átforgatja, és így tudod bukóvá tenni. Rendkívül elevult, nem állítható, hogyha elállítodnak a, az ablakszárnyak, nehézkes lehet használni. Annyi van még pluszban, hogy gumirozást ragasztott bele a tulajdonos, illetve ragasztott bele a tulajdonos. Tehát, légtömörebbé tette a, a mint ami eredetileg volt. Ettől függetlenül e, alatta betonpárkány van, fölötte beton áthidaló van, tehát a nyílászáró hőhidas. A falazaton nincsen semmiféle hőszigetelés, a emelt tértfal miatt vannak benne vasbeton pillérek, dupla koszorú, ezek is eléggé hőhidasak, ez látszódik a hőkamerás felvételeken. Valamint a tető az úgy van hőszigetelve, Kivíró van a cserép, alatta a tetőléc, nincsen ellenlécünk, van egy bitumenes csupaszlemez lemez a hőszigetelt ferdesíknak a részéig, alatta a szarufa közbe 15 centi közegyapot, a hőkamerás felvételek alapján hiányos, kicsit összecsúszott, kicsit összeesett állapotban, a szarufákon belül deszkaburkolat, nádazás és vakolat. A hőkamerával, ahogy körbenéztem, Elég sok helyen hiányos ez a, ez a tetőtéri hőszigetelés, ezzel lehetnek problémák. Fűtési rendszere az épületnek, az egy turbós gázkazán volt, meg is hagyták egyébként, padlófűtéssel a földszinten, illetve a tetőtérben is. A meglévő gázkazán mellé beraktak egy 12 kW-os GRI hőszivattyút, splites rendszerű, tehát van egy kültéri meg van egy beltéri Ami egyből feltűnt, hogy a kültéri nagyon hülye módon a épületnek a teraszába, teraszához rakták, közvetlenül a nappali mellé, és ahogy látható is a beszúrt képeken, én plusz három fokban voltam ott, a hőszivattyú 76 decibellel dübörgött, szó szerint dübörgött, Nagyobb hidegeknél ennél még nagyobb hanghatás várható, rendkívüli módon hangos. Hülyeség volt odarakni a nappali mellé a teraszra. Oké, okay, hogy a másik oldalán ott van bent a gépház, tőle két méterre, de hogyha a garázs mellé rakja a tulajdonos ezt a hőszivattyút, akkor már is távol van a nappalitól, nem a teraszon foglal egy viszonylag nagy méretű helyet, nem ott dübörög sokkal egyszerűbben meg lehetett volna oldani. Mi ezzel a probléma? A vevőjelöltnek ez volt az első kérdése, el lehet -e innen rakni a hőszivattyú kültéri egységét? Természetesen el lehet rakni, költségben viszont 5 700 ezer forint, ugyanis a gáztöltetű csövezés, tehát ami a kültérit és a beltérit összeköti, ezt ki kell dobni a kukába, újat kell behúzni, új gáztöltés, új gáztöltöttség ellenőrzés, mindezt garanciásan kell megcsinálni, nagyon-nagyon sok pénz, ez egy rendkívül elbaszott dolog volt, hogy ide rakták ezt a hőszivattyú kültéri Maga a gépházi összeépítése egyébként ö, teljesen jó, tehát van egy közös puffer tartály, amiben bele van kötve a hőszivattyú is, illetve rá van kötve a gázkazán is, így vegyesen lehet használni a két rendszert. Padlófűtések pedig szintenként szabályozhatók, mármint szintenként külön szivattyúja van, még nem szabályozhatók, erre majd visszatérek. Amit láttam a hőkamera alapján, hogy a padlófűtés az a földszinten megfelelően működik, egyenletesen homogén volt a betonnak a felületi hőmérséklete, ami egy kicsit meglepett, hogy a 1990-ben épített épületnél már volt, raktak be 4 vagy 5 centi hőszigetelést a padlóba, ez a padló padlóréfek rendekből kikövetkezthető volt, ez egy rendkívül pozitív fejlemény, nem igazán szokott, 90-ben még nem igazán raktak hőszigetelést a padlóba, padlófűtés miatt is pozitívul, meg egyébként is a falak teljesen szárazak, tehát azzal nincsen semmi probléma. Ami egy kicsit így feltűnő volt azonnal, hogy a földszinte mindenhol ragasztott kerámia burkolat van a padlófűtés miatt, kivéve az egyik szobát, ahol szőnyegpadló, mindenhol kopogtak a, a padló burkolatok, tehát a ragasztott kerámia burkolat. Ez abból adódik általában, hogy a régi turbos kazánt nem keverőszeleppel szabályozták le megfelelő hőmérsékletre a padlófűtéshez, hanem általában a hőcserélővel. Valamint, amit én már leírtam az e-mailben, hogy egy ilyen hőszigeteltségű épületet nem lehet igazából csak padlófűtéssel kifűteni, mert nem tud a padlófűtés annyi hőt leadni, amennyi kellene a földszinti részhez. Mit csinál ilyenkor a tulajdonos? Oda megy a kazánházba és felértekeri az előre menő hőmérsékletét. Egy idő után ez nagyon rossz tud lenni, ugyanis rendben van, hogy megnő az előre menő hőmérséklet, tehát több hőt lead a padlófűtés, viszont egy bizonyos határ fölött a padlófűtés magasabb hője, az a ragasztott kerámia burkolatot egyszer le fogja magáról lökni, feljön a ragasztó, kopog a padlóburkolat, ahogy szinte mindenhol ebben az épületben. Tehát én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy megsütötték a padlót. Ennek van egy Ennél sokkal rosszabb ö, eredménye is, hogy feljön a padlóburkolat, ugyanis ha ez nagyon tartós és nagyon extrémen magas, akkor egyszerűen megfőzik az ajzatbetont is. Ez abból látszódik, hogy amikor felszedi az ember a padlóburkolatot, akkor az alatta lévő ö, ajzatbeton, az, az porzik, ö, töredezett, ö, málik. Ilyenkor sajnos az egészet ki kell dobni padlófűtésestől, mindenestől. Nagy valószínűséggel itt ilyen helyzet nem áll fenn, csak csak az összes padló burkolat kopog, tehát azt kell cserélni. Ö, körbejárva az épületet még egy dolog ö, feltűnt, a horganzott csöves bekötéseink vannak, tehát a vízrendszer még horganzott csöves. 90-ben már lehetett volna részcsöves is, de még lehetett horganzott csöves is, így sajnos horganzott csöves, a belső vízvezetékrendszer, tehát a két vízes blokk is ö, 90 hogy hogy horganzott csöves az épületen belül. Az elektronos rendszerünk az úgy néz ki, hogy van 3x16 amper nappalink, meg a hőszivattyú miatt bekötöttek 3x16 amper hátarifát. Ebből a szempontból azért a, a kialakítás meg már nem az új tulajdonosra vár, úgyhogy ez egy, ez egy pozitívum tud lenni. A tetőtérben említettem a hőszigetelés hiányosságát, illetve részleges hiányosságát a tetőtérben. Ami még feltűnt a hőkamerával nézelődve, hogy a padlófűtés a tetőtérben az rendkívül módon gányolt. Az egyik szobában még úgy, ahogy kialakították a csigavonalakat a padlófűtéscsővel, az összes többi helységben csak le van így cseszve a padlóra, 5 centis távolságokra, 20 centis távolságokra, ahogy éppen adódott, leszórták a csövet, az le van szarva az egész. Szőnyegpadló van a, a tetőtérben, tehát az eleve egyrésztről le is folytja a padlófűtést, másrésztről meg ez a ledobált cső rendszer sem igazán ideális. De mivel a tetőterünk kis alapterületű, annak ellenére, hogy hiányos a hőszigetelése, még viszonylag jól hőszigeteltnek mondható, ezért a fönti részen biztos, hogy a padlófűtés elegendő a kifűtésre. Itt a probléma abból adódik, hogy a van lent a földszinten egy téglával, betonnal határolt terünk, ami nehéz, és teljesen más hűlőfelületekkel rendelkezik, teljesen más a hőtartó képessége. Valamint van egy könnyű szerkezetes tetőterünk, ami a földszinthez képest jóval jobban hőszigetelt. A kettő teljesen máshogy hogy működik hőveszteség szempontjából. Tehát ha ezek nincsenek külön szabályozva szintenként, külön termosztáttal, akkor azt tapasztaljuk, hogy ha lent megfelelő hőmérséklet a földszinten, a tetőtérben már meg lehet főni, míg ha a tetőtérben normális hőmérséklet, lent a földszinten még jóval alacsonyabb, mint kellene. Szerencsére itt vagy gondoltak erre, vagy a gépész tervező, vagy a gépész kivitelező egy kicsit előre gondolkodott, ugyanis a, a is strangra rárakott egy külön szivattyút. Termosztátot már nem, de innentől kezdve ez már csak egy pár ezer forintos termosztát kérdése a tetőtéri termosztátot azt be kell rakni, és a tetőtérre felmenő strangnak a keringető szivattyújára rákapcsolni, így a két szint az teljesen két külön termosztáttal külön-külön szabályozhatóvá válik. Én ránézésre, amikor odaértem az épülethez, azt mondtam magamban, hogy ez az épület, ez 2500-3000 köbmétert meg kell, hogy egyen gázból. Tehát az, amit a tulajdonos mondott, hogy 2100 köbméter körül fogyasztottak ők gázból, azt én nem tartom igaznak. Nem úgy nem igaz, hogy nem mondott igazat az illető. Sajnos a gázórát azt 20-22-be cserélték, tehát az akkor lévő, azóta elfogyott fogyasztás nem releváns, így nem tudtam egy pár éves visszatekintést leolvasni a gázóráról. Szóval a, az idős tulajdonos nem, nem, mondott igazat, hanem nagy valószínűsége egyrésztről 20 fokon tartották az épületet, ez bevallotta ő is. Másrésztről ketten lakták a feleségével, lent a földszinten is van hálószoba, tehát a tetőteret nagyon nagy valószínűséggel egyáltalán nem fűtötték. Úgyhogy nem releváns, a, tehát nem, nem igaz a 2100 köbméteres fogyasztás, ahhoz képest, mintha beköltözne egy 4-5 fős család és lakná az egészet. Az energetikai tanúsítvány alapján, ami egyébként egy kalap szart nem ér, és nem ennél a háznál, hanem egyébként is majd lesz róla egy külön videóm, de az energetikai tanúsítványban nagyjából azok a szerkezetek szerepeltek, amiket én is láttam, hőhidasság meg egyebek nélkül, de ha elfogadottnak tekintjük az energetikai tanúsítványban foglaltakat, akkor az jön ki, hogy a ház fűtési hővesztesége egy évben az 25.500 kWh, az gázra visszafordítva körülbelül 2500 kM gáz, de az energetikai tanúsítvány is 20 fokos Belső hőmérséklettel számol. Tehát, ha ezt megtoljuk egy gyerekes családnál, azért 21-22 fokot illik e, tartani, plusz 6-8 százalék megy el körülbelül fokonként erre. Tehát az a 2500-3000 köbméter az egy reális lehet. Nézzük a legrosszabb verziót. 3000 köbméternél a gázos költség az úgy nézett ki a rezsicsökkentéssel akkoriban, hogy az körülbelül ilyen 330 ezer forintra jött ki egy évben. Tehát téli, hónap, téli hat hónapra visszaosztva 50-60 ezer forint nagyon maximum. Amikor megszűnt a rezsicsökkentésnek, illetve bevezették ezt a felső sávot, az e fölötti kb. 1200 köbméteres fogyasztást a 750 forintjával beszorozva, az többi több mint 800 ezer, mondjuk az, hogy 900 ezer forint, a rezsihatár alatti rész, tehát az 1800 köbméter az 200 ezer forint, tehát 1 millió 100 ezer forintra nőtt meg a gázszámlájuk. Mi a helyzet most, hogy van hőszivattyunk? tételezzük fel, hogy ennek a felét letudjuk a gázba, tehát a rezsicsökkentett gázba beleférünk, akkor ott lesz egy ilyen 180 ezer forintos, mondjuk azt, hogy 200 ezer forintos éves gázos költségünk, valamint van még e fölött, akkor a fele, ami megmaradt, az mondjuk 15 ezer óra. mivel padlófűtésünk van, számolhatunk egy 3-as COP-vel a hőszivattyúnál, tehát a 15 ezeret leharmadoljuk, 5000 kwh óra fog elfogyni, mindez hátarifával 150 ezer forint, tehát ott vagyunk, hogy ismét egy ilyen 300-350 ezer forintos éves fűtési költséggel számolhatunk úgy, hogyha fele részben a kazán megy, fele részben pedig a, a hőszivattyú. Ha csak a hőszivattyút használjuk, mert tétezzük fel, hogy bedöglik a régi kazán, vagy vármi, ok folytán nem akarunk kapcsolgatni, akkor a... a 30.000 ezer kilovattórát megharmadoljuk, az 10.000 ezer kilovattóra, és ezt beszorozzuk a 24 24 forintos kilovattóránkénti hátalifására, 240 ezer forinttal kifűthető az épület, ha a legrosszabb fogyasztási szkenáriót vesszük. Ami probléma, hogy a 2500 köbméteres évenkénti fogyasztás az 12 kw maximális hőigényt jelent, a számítások alapján. Ami azt jelenti, hogy kinti mínusz 15 fok esetén, benti 20 fok esetén az épület az 12 kW-nyi hőigényt igényel. Na most a berakott hőszivattyunk az 12 kw -os. Nagyon erősen szoktuk javasolni azt, hogy egy 20%-kal nagyobb ö, hőszivattyút kell venni, mint ami a maximális hőigény. Tehát itt azért lehetnek ezzel gondok. Oké, tudom, Magyarországon már jó pár éve alig volt mínusz 15 fok, ennek ellenére ez a standard, erre kell méreteznünk még mindig a, a fűtéseket. Engem inkább a hang az, ami rettenetesen elriaszt, vagy megriaszt, mert ez a 76 decibel, ez írtózatosan hangos. Tehát nem tudom, meg fogom nézni majd ennek a GRI hőszivattyúnak a gépkönyvét, hogy mennyi van e, leírva, de ehhez képest egy Mitsubishi Zubadán 47 decibelt írnak, és egyébként nagyjából tartja is, vagy egy Panasonicnak a t is 50-52 decibel, és tudom, hogy tartja, mert nagyon sok házamnál működik e, ilyen hőszivattyú, amiket én terveztem, és régebben még kiviteleztem, vagy segítettem a, az ellenőrzésben. Tehát ezek nagyon jó hőszivattyúk, viszonylag halkan. Az én otthonra vásárolt hajdú monoblokkos 10 kW-os 60 decibelt írnak a hangra, ami a Panasonichoz meg a mitsubishi képest 10-12 decibellel magasabb, és mivel a függvény az nem lineáris, ezért a, ez a 10-12 decibel hang különbség, ez majdnem háromszoros hangot jelent a 47-hez képest. Tehát most képzeljük, hogy a 47-hez képest ez a 76, amit mértem, ez mennyivel hangosabb. Za, egyszerűen zavaró. Nézzük, mit lehet kezdeni a tetővel, mert ez volt még egy kérdés. Tetővel az a probléma, amit említettem, hogy belülről deszkázva, nádazva, vakolva van. Kívülről meg bitumenes csupasz lemezelve. Ha gipszkartonozva lenne, akkor azt mondanám, hogy belülről leszedjük a gipszkartont, megvastagítjuk, pótoljuk, megvastagítjuk a hőszigetelést, párazáró fólia, újabb gipszkartonozás és meg a dolog. Itt viszont nagy valószínűséggel költségben, meg egyéb munkában is sokkal jobb, ha kívülről leszedjük a cserepezést, leszedjük a tetőlécet, ezt a csúpas csupaszlemezt, kipótoljuk a hőszigetelés hiányosságát, rávastagítunk még legalább egy 10 centit, ha már egyszer ott vagyunk, utána pár átteresztő fólia, rendes ellenléc, tetőléc és visszarakni a cserepet, vagy új cserepet rakni, nem olyan rossz ez egyébként ez a cserép. Kicsit átforgatva, mondjuk a T a, a rövidebb száráról leszedve a cserepeket és oda újat igényelve, teljesen homogén tető, visszahozható, tehát nem kell az egész cserepet lecserélni, de viszont a bádogozást azt le kell cserélni, innentől kezdve, mert máshová kerülnek a, a síkok, valamint hát azért le kell szedni a cserepet, vissza kell pakolni a cserepet úgyhogy lenne munka vele elég, energetikailag soha nem fog megtérülni ez a beruházás. Az egyik szobát kivéve, tehát három szoba van a tetőtérben, a mindenhol vannak hőszigetelés hiányosságok, folytonossági hiányosságok, az egyik szobában érzem nagyon problémásnak a dolgot, mert ott viszont nagy felülete hiányzik, az összes többiben szerintem nem lesz vele gond, vagy pedig a másik módszer az az lenne, hogy a hőkamera alapján beazonosítani pontosan, hogy hol van hőszigetelési hiányosság, és kívülről azon a ponton befújni oda hőszigetelést a lukba. Ahogy említettem, erősen hőhidas falakat, illetve tért falakat tekintve, Viszont a homlokzati hőszigetelést egész addig nem lehet megcsinálni, amíg a nyílázáró csere meg nem történik, mert nem csinálunk homlokzati hőszigetelést ami 20-30 évre szó színezéssel minden együtt úgy, hogy az ablakokat 5-8 év múlva ténylegesen cserélni kell, ráadásul betonpárkány kivétellel egyebekkel. Na most a homlokzati hőszigetelés és a nyílászáró csere ennél az ingatlannál az ilyen 7-8 millió forint, plusz ha is lesznek, akkor, akkor inkább már ilyen 8-9 vagy 10 millió. A büdös életben nem hozza vissza az árát energetikailag. Tehát a nyilázzáró csere és a homlokzati hőszigetés csere nagyon maximum 10-15%-ot csökkenti a, az energiaveszteséget, viszont hőkomfortban megszünteti a hőhidakat, és ö, nem sugároznak hideget a falak. Ebben a szempontból megéri, meg előbb-utóbb úgy is kelleni fog, de nem égetően sürgős. Én annyit mondtam a vevőjelöltnek, hogy ez az épület nagyon jó lokációval rendelkezik, nagyon jó, a fűtési rendszere, már mint az, hogy, hogy kombinált a fűtési rendszer. Amivel foglalkozni kell, az ugyebár a padlóburkolatok cseréje a földszinte mindenhol. Szét kell venni a vizes blokkokat, mert egyrésztről elavultak, részről mások az igények, harmadrésztről organizott csövek vannak a, a, vízrendszerben. És legyen tartalékba egy ilyen legalább 5 millió, de inkább 6-8 millió forint 5 év múlva, amivel elkezdhetik a nyílászáró cseréket, a homozati hőszigetést és a többit. A tetőre majd számolni fogok, hogy mekkora költséggel járna megvastagítani, leszedni a cserepet, visszarakni a cserepet, de mondom, ott opció lehet az, hogy most egyelőre kívülről a cserepet feltolva, lukokat befújva megszüntetni a, a hőhídakat. hőhidakat. Amiről még nem esett szó, az a belső villanyrendszer, mert ez is egy elég komoly tétel tud lenni. Tetőtérben már rézvezetékek vannak, a földszinten viszont vegyes, tehát van alul is, meg van réz is. Az 1990-es építéssel pont az a probléma, hogy akkor még alud is lehetett kapni és lehetett használni, de már rezet is használtak, tehát itt ez bizonytalan, meg kell nézni, megnéztem, vegyes a felhozata, és ezzel mindenképpen foglalkozni kell majd. Az ingatlan minden hibája ellenére, amiket itt felsoroltam, egy abszolút ajánlható ingatlan, mert szerkezetére tök jó állapotú, tök jó lokációban van, és minden költsége előre látható, ami az elkövetkezendő 8-10 évben rávár. És igazából én mindig ezt mondom a házszemlék során, hogy minden épületnél van, amit rá kell költeni az adott épületre, csak ezt jó tudni előre, hogy mekkora költséggel jár, mikor esedékes, valamint mekkora a rezsia az épületnek valósan, amit nem az ingatlanos mond, nem a tulajdonos mond, hanem valaki független ember vagy számításokkal, vagy a tapasztalata alapján erősítse, vagy cáfolja meg. Ugyanis egyáltalán nem mindegy, hogy miről beszélünk. Tételezzük fel, hogy elhiszed, hogy ez az épület 2100 kM gázt fogyaszt, és nincs ott a hőszivattyú. A 2100 köbméter gáz az úgy néz neki, hogy ilyen 400 ezer forintnyi éves gázszámlát jelent a mostani rezsi határok, meg árak alapján. Viszont te beköltözöl a családoddal, és szépen elkezd nőni a fogyasztás, ahogy valósan használod az épületet 22 fokon, teljes épületet lakva, és a végére kijön egy 3000 köbméteres, több mint egy milliós gázszámla egy évbe. Ezeket lehet előre látni, nekem ez a dolgom, hogy ezeket előre vetítsem, illetve vitába szálljak az ingatlanossal, tulajdonossal, ha arra van szükség. Sziasztok!